A Kossuth téri óvodába járó gyerekek dekorálták ki az adományokat rejtő dobozokat, párat azonnal birtokba is vettek a kórház legfiatalabb ápoltjai. Mi örülünk neki végül is, hát sok gyerek örül majd neki, aki ide kerül. De én ezt az autót meg se estem. Milyen játékokat találtál magadnak? Miket válogattál ki? Autókat. Versenyeset. A gyereknapi jótékonysági akció során 7 doboznyi játékot és bébiholmi gyűjtött össze a szolgáltató. Én azt gondoltam az elején, hogy nem lesz ennyi ajándék, amit el tudunk adni, de borzasztóan örülök, hogy ez így sikerült, és hogy ennyi játékot, pelenkát és egyéb dolgokat sikerült összegyűjtenünk. Én azt gondolom, hogy ebből erőt merítettem a továbbiakra, és valószínű, hogy nem fogom abba hagyni ezt a kezdeményezést. Az osztály munkatársai örülnek minden segítségnek, amiből az utóbbi időben szerencsére egyre több érkezik. Advent idején több felajánlást, játékot, éneket, illetve több helyről kapunk külső segítségeket, bejönnek a gyerekekkel kicsit játszani, együtt lenni, rajzolgatni, időnként kézműves játékokat, foglalkozásokat tartani, úgyhogy örömmel látjuk, hogy az emberek egyre inkább afele hajlanak, hogy segítsünk a másiknak. A játékok mellett 3 új televíziót is átadtak, hogy gyorsabban teljen a kórházban eltöltött idő az ott lábadozó gyerekek számára.